Elemzések szerint a járványkezelés, a baloldali előválasztás, a Fidesz kilépése a balra sodródó Európai Néppártból, a városházabotrány és a felsőoktatás átalakítása voltak 2021 legfontosabb belpolitikai eseményei. Most visszatekintő elemzés következik Tari Judit és vendégétől. Jó reggelt, Szerusz György, boldog új évet kívánok neked is, és a kedves nézőknek is, és mai első vendégünknek is, Palóc Andrének, a század végvezető elemzőinek. Jó reggelt! Jó reggelt és boldog új évet én is! Kezdjük talán akkor a kormány oldallal. Ugye a pandémia velünk maradt 2021-ben is, és továbbra is egyfajta válságkezelő üzemmódban működött a kormány. Talán nem annyira erőteljesen jelentez meg, mint 2020-ban, de azért nagyon sok mindent kellett itt is kezelni, a, vál, a, magát, ugye az egészségügyi válságot és az ezzel együtt járó ugye, gazdasági kérdéseket is. Hogyan kezelte ezt a kormány? Mi jellemezte ebből a szempontból 2021-et? a legfontosabb különbség az az volt, hogy 2021-ben már rendelkezésre állt az oltás, illetve a különböző oltóanyagok, így egy egészen más típusú egészségű szempontból is más típusú járványkezelés volt tapasztalható. Látszott is a különbség, hogy ebből a szempontból mennyire gyors és hatékony átoltottság valósult meg hazánkban, és éppen ezért nem csak az egészségügyi védekezés sikerült jól, hanem az, az év második felében már egyértelműen látszott, és a várakozások igencsak magasan voltak, hogy a gazdasági újraindítás, illetve a gazdasági élénkítés is jól sikerül majd. Itt az volt tapasztalható év végére azt láthattuk, hogy lényegében a korábbi, igencsak magas elemző várakozásokat is felülmúlt a, a hazai gazdaság, és egy egészen elképesztő gazdasági növekedést tudott megvalósulni, pont ennek köszönhetően számos olyan intézkedést jelentett be a kormányzat ebben az évben, amit minden család érezni fog, hiszen ebből a gazdasági teljesítményből akkor e, tud az ország valóban előrelépni, hogy ezt mindenki érzi a saját életében, a saját kezében. Hogyan viszonyultak az emberek, vagy viszonyulnak az emberek a kormány intézkedéseihez, milyen a támogatottsága a kormánypártoknak, hogy mit láttunk ebben az év folyamán, milyen mozgások voltak ebben? Alapvetően az volt tapasztalható, hogy egy kettős szintéren kell ezt nézni. Egyfelől a nyilvánvalóan a járvány az meghatározó volt a tekintetben, hogy a kormányzatnak milyen a a megítélése, de itt az volt tapasztalat, hogy a kormányzat számos esetben az intézkedéseit gyakorlatilag úgy hozta, hogy az minden esetben betartható, és még az élet normális kerékvágását nem akadályozó lépések legyenek. Tehát szemben azzal, hogy mondjuk Nyugat-Európában nagyon sok esetben láthattuk, akár Franciaországban, vagy Belgiumban, Hollandiában, hogy különböző tüntetések vannak gyakorlatilag hetente, mert olyan az élettől teljesen idegen korlátozásokat vezettek be, amelyek fenntartatlanná váltak az emberek számára. Itthon nem ez volt tapasztalata. A másik oldalon pedig nyilvánvalóan nem lehet kizárni, hogy volt egy baloldali összelenzéki előválasztás sorozat, és nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban ment az adókapok kapok a kormányoldal és az ellenzék között, és itt többször azt láthattuk, hogy adott esetben az ellenzéknek az a típusú sokfejűsége, és az a típusú zavar, ami ott megjelent, az igenis nagyon sokszor azt eredményezte, hogy a kormány oldalából tudott profitálni, és tudott a támogatottságán növelni. Erre mindjárt visszatérünk az ellenzék oldalára. Még az elmúlt hetek egyik fontos bejelentésére kitérnék előtte Novák Katalin lesz a kormánypártok államfőjelöltje. Ugye valószínűleg még az országgyűlési választások előtt megtörténik az államfő választás, a parlament választja nálunk ugye az elnököt. Novák Katalin ugye családokért felelős tárcánélküli miniszter volt eddig. Mit jelent az, hogy egyrészt egy hölgyet, másrészt egy a családokért nem csak nélküli miniszterként, hanem korábban államtitkárként is elkötelezetten dolgozó személyt jelöltek az államfői posztra. Valóban alapvetően két, vagy akár több szempontból is személyben nagyon fontos a Novák Katalin, mint, mint jelölt az államfői tisztségre. Az egyik az egy, az egy igen szép innováció vagy novum, hogy a jobb oldal adná ebben az esetben jobb oldal a, a, a jelölni, az első magyar köztársasági elnököt, aki nő. Ez önmagában egy történelmi dolog. A másik, ami nagyon fontos, az pedig egy szimbolikus kiállás, hogy mely az az ügy, vagy mely az a, az a társadalmi a, hát réteg, ami a legeslegfontosabb. Ebben a kérdésben, mm -hmm. ugye korábban láthattuk, hogy Ádernél inkább a környezetvédelem jelent meg, és most itt, hogyha úgy tetszik, akkor a családvédelem. Tehát mindenképp megint egy védelemről van szó, de most a családvédelem azért megjelenik. Többször a kormányzat már utalt rá, hogy ez azért is nagyon fontos, mert a mostani években egyre több olyan hát gondolat jelenik meg a nyugati világban, ami a klasszikus családot alapjaiban rengetné meg. Csak nézzük az ellenzéket. Ugye ott elég sok izgalmas dolog történt, így elemzői szemmel, meg egyébként újságírói szemmel is. Ugye ezelőtt az előválasztás, ami már egy nagyon érdekes folyamat volt, érdekes lett az eredménye is, és érdekes mozgásokat indított el. Érdekes elgondolkodtató nyilatkozatok, üzengetések folynak gyakorlatilag azóta is. Ugye Karácsony-Gergely visszalépett akkor már Kizai Péter javára, aki ugye meg is nyerte az előválasztást. Ilyen Ennyi időtávlatából hogyan értékelhető Márkizai Péter Hirtelen jött felemelkedése? Mert azért ez sokakat meglepett, ugye nem rátették volna a voksukat elsősorban azok, akik akkor figyelték az eseményeket. Minek köszönhető az ő felemelkedése, és mit hozott ő az ellenzéknek, vagy mit vitt az ellenzéktől? Valóban, hogyha visszaemlékezünk, akkor az első három helyre sem feltétlenül jósolták volna a legtöbben Márkizai Péter. Az előválasztás abban a szempontból segített letisztázni a képet az ellenzéki oldalon, hogy most már gyakorlatilag vita nélkül lehet állítani, hogy a demokratikus koalíció és gyurcsány az, aki egyértelműen diktálja a tempót az ellenzéki oldalon, tehát ebből a szempontból volt egyfajta letisztulás. Az, hogy most éppen Márkizai Péter került miniszterelnök előtti Hát pozícióba. Ez egy ilyen pikantériája a dolognak, sokan nem számítottak rá valóban, hogy Karácsony Gergely vissza fog lépni, de azt igenis látjuk, hogy Márkizaj Péter egy elég szűk politikai sávban tud mozogni, hiszen gyakorlatilag folyamatosan ki téve az ellenzéki pártoknak, saját pártja nincs, és ebből fakadóan számos esetben igazából a tárgyalasztalnál nem olyan erős az ő pozíciója. Ő ezt azzal próbálja ellensúlyozni, hogy hétről hétre, vagy most már gyakorlatilag napról napra tesz egészen elképesztő hajmeresztő jelentéseket, olyanokat, amikor sokszor különböző társadalmi csoportokat igen komolyan megsért, akár a nyugdíjasokra, ha gondolunk, vagy éppen a kormánypárti szavazókra. Ez hosszú távon nem eredményezhet túl sok sikert, azt már most is látjuk, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk októberben a kedvelt, kedvetlen a mutatója mínusz ötön át, tehát azt jelenti, hogy így nem annyira kedvelték az emberek, de az még egy javítható mutató lett volna, ez decemberben már mínusz 20 volt, tehát mínusz 20 azt szokták mondani azért a tanácsadók, hogy ez már egy nagyon nehezen menthető pontszám, azt látjuk, hogy már Kizaj Péter gyakorlatilag próbál fontosan kommunikálni, negyőre ez inkább kudarccal semmi sikerre jár. És az is látszik legalábbis így, nem elemzői, hanem újságírói szemmel, hogy ő próbál valamiféle pozíciót kiharcolni magának ugye, az Egyesült ellenzéken belül, és időről időre vannak olyan nyilatkozatok, ugye főleg így Gyurcsány Ferenc részéről, amelyek azt mutatják, hogy ez nem nagyon sikerül. Tehát emlékezetes, hogy az előválasztás után a DK elnöke nem gratulált már Kizaj Péternek ugye az első nyilatkozatában. Volt az az emlékezetes, a kapitány azt kérte, hogy ne vegyek részt a kampányban, aztán most is volt egy olyan nyilatkozata a Gyurcsány Ferencek, egy ilyen évértékelőnek is tekinthető poszt, amiben nem említette meg már Kizai Pétert, ellenben a feleségét és a saját pártját dicsérte. Hova kell tenni, hova kell elhelyezni ezeket a nyilatkozatokat, vagy mit kell kiolvasni a sorok közül? De azt gondolom, hogy a legfontosabb az valóban az, hogy, hogy kinek vannak választói, támogatói az ellenzéki oldalon a legnagyobb számban, és ha ezt nézzük, akkor igenis Gyurcsány Ferenc lehet ebből a szempontból akár önbizalommal teli, hiszen az ő pártja a legerősebb, tehát ezt, ahogy tetszik, a volt miniszterelnök jól látja, hogy ő diktálja a tempót, tehát nincs ebben kétség. Márkizai Péter valóban próbálkozik, maradt neki a kommunikáció tekintve, hogy úgy támogatói, akik csak az ő támogatói dedikáltan, és nem a ellenzéki pártok szavazói, akik ha ő lenne akár, de lehet, hogy éppen, hogyha Dobrev Klára lenne, akkor ugyanúgy támogatnák, tehát így személyesen neki támogatói talán kisebb számban vannak, illetve hát Gyurcsány is látja, hogy Márki Péter gyakorlatilag az elmúlt napokban fontos lejtmenetben van, és éppen ezért próbálja magát talán távol is tartani tőle, amennyire lehet. Persze az más kérdés, hogy azért a választók számára egyértelmű, hogy a baloldalnak a közös jelöltje, az mégiscsak ugyanaz a politikai családó, vagy Gyurcsány Ferenc is tartozik. Mi a Karácsony Gergely visszalépett a miniszterelnök jelölti, jelölti poszttal, de nem lett nyugalmasabb az élete. Ugye a város a körül kirobbant egy nagyon komoly botrány, és hát ebben a főpolgármester ennek a kommunikációjában úgy tűnik, hogy nem nagyon teljesít jól. Egyre jobban ráig ez az ügy úgy tűnik. Valóban itt a városházügy szerintem sok szempontból érdekes. Van nyilván egy, egy jogi, meg egy rendőrségi nyomozati része, amiről nehéz is beszélni, hiszen amíg tart a nyomozás, addig a részleteket nem árulnak el. Van egy konkrét ügy, ami szimbolikusan is mutatja, hogy mekkora a probléma, hogy a városházáról, mint ingatlanról volt szó a hangfelvételek szerint, hogy eladnák. Ez nyilvánvalóan azért mindenkit kellő szomorúsággal érint, aki, aki ezt nézi külső szemmel, hogy valaki ilyen fölmerül egyáltalán. Hogy a városházat eladnak. De ami még érdekesebb talán, hogy a háttérben olyan további hangfelvételek jelentek meg, amelyek arról szólnak, hogy ez egy mechanizmus, ami arról szól, hogy ingatlanokat kiátszanak különböző tanácsadókon keresztül, ezeket nyomottáron eladják, és utána valaki ezt sokkal magasabb áron el tudja adni. Ez a 2010 előtti, akkor még kevésbé szofisztikált nokiás dobozos korszakot idézi fel az emberben, hogyha visszaemlékszünk, persze tart még a nyomozás, a szóval nehéz mindenről állítást tenni, de az világosan látszik, hogy karácsony nem állt ki, egyszer sem hívott össze egy nagy sajtótájékoztatót, ahol ezeket a különböző vádakat eloszlatná, hanem igenis folyamatosan próbálja azt mondani, hogy nincs ügy, aztán ez nem így volt, nem úgy volt, a helyettesek közben bevallja egy TV interjúban, hogy hát mégiscsak történt ilyen megbízás, szóval azért ez csak egy szürkezónás téma az világosan látszik, hogy még nem tudtak belőle kijönni, várjuk a nyomozás részleteit. Karácsony Gergely ugye nem miniszterel, nem lett miniszterelnöki előtt, korábban ugye volt négy évvel ezelőtt, de az már régen volt, ugyanakkor mégiscsak Budapest főpolgármestere, amely ugye a legmagasabb közvetlenül megválasztott pozíció Magyarországon, és ugye Budapestet, amikor megnyerte az ellenzé 2019-ben, akkor kapott egy lehetőséget, hogy megmutassa, hogy tud-e egy kétmilliós európai nagyvárost vezetni. Mennyire sikerült megmutatni, hogy képesek elkormányozni, mondjuk egy várost, mert nyilván aki erre esetleg képes, az utána pályázhat az ország vezetésére, de egyre több helyen azt látni, hallani, olvasni, hogy ez nem sikerült, nem sikerült megmutatni ezt a kormányzó képességet városi szinten sem. Most mondja, több mint két év telt el, mióta a főpolgármester az elején megkérdett a ami semmilyen más valós intézkedéssel nem járt. Nem különböző zöld szervezetek kérték rajta számon, hogy akkor hol van az a zöld politika, amiről ő beszélt. Amit láthattunk, leszerelt 3000 kuka, dugók, a Láncit projekt csúszott, adott esetben a, a Clark Ádám téren azt is például zöld szervezetek vetették föl, hogy virágágyásokat és fákat vágtak ki, amikor a felújítást elkezdték városháza ügy, tehát azért számos olyan botrányt látunk ebben a két évben, ami arról szól, hogy mit nem sikerült megcsinálni, vagy egyáltalán, vagy nem jól, közben a támogatottsága nyilvánvalóan zuhant, és nyilván ebben nagy részt közrejátszott az, hogy éppen aktuálisan a fővárosban hát milyen, vagy milyen kormányzás nem valósul meg Karácsony egy részéről ez nyilvánvalóan egyértelmű lett a, a, támogatói számára. Az persze más kérdés, hogy Karácsony Gergely nagy túlélőnek tűnik innen nézve, azért ő sokszor már olyan helyzetből tért vissza, amiből többen azt mondtuk, hogy nagyon nehéz. Fél percünk maradt körülbelül, és tudom, hogy nem az ott Jós de ugye egy nagyon izgalmas évnek nézünk elébe. Államfőválasztás, országgyűlési választások, gyermekvédelmi népszavazás, mire számít? A államfőválasztásnál jelezte a legnagyobb parlamenti frakció, hogy támogatnák a jelöltet, novákat, úgyhogy szerintem nagy meglepetés ebből a szempontból nem várható. A választások még egy érdekes kérdés lett, de egyelőre úgy tűnik minden kutatás szerint, hogy marad a fidesz KDNP kormányzat az arányok a kérdés. A népszavazással kapcsolatban meg nyilvánvaló, hogy továbbra is azt látjuk, hogy, hogy egyértelmű a támogatottság az ügyek mentén, a konzultációtben tudott sokat segíteni nyáron. Valószínűleg Andréna, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.